a puding próbálja az evést. Mit szólnak ehhez az élelemhez a tehenek? Én úgy gondolom, hogy nagyon szeretik. Gyakorlatilag amikor lehetőségünk volt, mi mindig felhasználtuk a CGF-et a takarmányaink összeállításánál, természetesen a Vitafort szakspecialistáinak a segítségével, és látjuk a teheneink, hogy örülnek ennek a változásnak, jobb az étvágyuk, nagyobb a tejtermelésük tőle. A gazdaságosság az ugye nagyon fontos a termelésnél. Mi jön ki, hogyha itt a gazdaságosságot nézzük, mennyivel olcsóbban tudják a tejet így előállítani? Ez kimutatható. Úgy gondolom, hogy ha megfelelő arányba bele tudjuk keverni, és a tömegtakarmányunkat is ehhez tudjuk igazítani, akkor forintokban mérhető, mennyivel olcsóbban meg tudjuk csinálni egy liter tejnek az előállítását. Mivel keverik össze ezt a kukorica alapú anyagot? Mi más egyéb standard takarmány összetevőkkel keverjük, tehát tömegtakarmányokkal, szilázzal, szenázzal, szénával, illetve megfelelő ablaktakarmánnyal, ami az ásványi és mikroelem kiegészítést, aminosavakat pótolja a takarmányainkba. Nagyon szép az állományuk. Ez egy 400-as tehenészet, alapvetően Holstein Fries állományról van szó, és cseppvérbe tartalmaz Jersey hányadot is, ezért lehet látni, hogy egy kicsit talán barátságosabbnak néznek ki, kicsit más a fenotípusok ezeknek az állatoknak, illetve jobb beltartalmú produktumot tudnak teljesíteni. Mennyi az éves laktáció itt önöknél? Az éves laktációt úgy kell számolni, hogy gyakorlatilag a Jersey hányad vér miatt nyilván nem tudjuk elérni a legjobb telepeknek a teljesítményét, viszont annak a 80-90%-át időjárástól függően mindenféleképpen el tudjuk érni. Nem is akárhova kerül az itt megtermelt tej. Gyakorlatilag azért történt az állományban a Jersey vér belekeresztezése, mert egy szarvasi sajtkészítő üzemben helyezzük el a tejtermelésünknek a 90%-át. És ez a fajta keresztezés egy nagyobb beltartalmú tejet eredményez, amit a pótlikokkal együtt ez a fajta üzem meghálál nekünk. És hát akkor így lesz gazdaságos a kisebb mennyiségű tejtermelés is. Én úgy gondolom, a tehenek talán nincsenek annyira túlfeszítve, és így gyakorlatilag szinte ugyanazt az árbevételt tudjuk produkálni, mint hogy nagyobb mennyiségű tejet termelnénk.